A duális képzés népszerűsítéséről tartottak ma workshopot a Neumann János Egyetemen. A rendezvényen a duális képzés népszerűsítésének lehetőségeit osztották meg, mind egyetemi, mind partnervállalati oldalról. A mai workshopon nemzetközi szinten foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, hogy a képzést hogyan lehet megújítani, milyen új módszereket, milyen módszertani elemeket lehet beépíteni. Ebben a Kecskeméti Neumann János Egyetemnek már nagyon komoly tapasztalatai vannak. Az elmúlt másfél évtized, azt gondolom, rengeteg olyan eredményt hozott, amit meg tudunk osztani most már nemzetközi szinten is, országos szinten is. A duális képzés egy olyan gyakorlatorientált képzésforma, amely a 2010-es évek elején érkezett Magyarországra. A Neumann János Egyetem 2012 óta a Baden-Württembergi felsőoktatási képzési programját követi. Célja, hogy a hallgatók az egyetemi tanulmányaik mellett a vállalatoknál szakmai gyakorlatot és feladatokat lássanak el. Ennek keretében pedig sokkal gyorsabban tudják elsajátítani azokat a gyakorlati kompetenciákat, amelyek egy adott szakterülethez szükségesek. Elsősorban a Mercedes, a Norremzére érdemes gondolni, de ma már a vállalatok, az együttműködő partnervállalatok száma meghaladja a 70-et. Én azt gondolom, az utóbbi időszakban is nagyon komoly erőforrásokat mozdítottunk meg annak érdekében, hogy a vállalatok igényeihez tudjuk igazítani ezt a képzési formát. A duális képzési központunk és annak vezetője, annak munkatársai nagyon sokat dolgoznak azon, hogy ez egy élő, működőképes kapcsolat legyen. A workshopra németországi és amerikai egyetemről is érkeztek előadók, de szó esett arról is, hogyan lehet a duális képzést a szokványostól eltérő módon, a Z-generációt megszólítva népszerűsíteni.